Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Csibu vagyok, most pedig ismét játszunk. Az Autochess után egy újabb, elég addiktív mobiljátékot fogok nektek bemutatni, ami viszont most nem e-sport kategória és egyáltalán nem multiplayer, hanem bár kell hozzá internetkapcsolat, gyakorlatilag egy offline szóló játék, ahol igazából rendkívül sokat kell grindolnod, rendkívül sokat kell farmolnod ahhoz, hogy egyre messzebb juthass. Egy tipikus roguelike játékról lesz szó, de nézzük is meg, hogy mi fog történni a játékban. Szóval ugye vannak azok a játékok, ahol lejjebb megyünk a különböző kazamata szinteken, és ott egyre erősebb szörnyek ellen harcolunk, miközben fejlesztjük a hősünket. Hát itt ugyanez fog igazából történni. Van a hősünk, akivel mozgunk, és csak ennyit csinálunk. Csak kizárólag mozgunk a hősünkkel. Ez egy teljesen új account, szóval igazából most a tutoriát is látjátok, hogy mi történik. És nagyjából már ennyiből is látható az, hogy igazából a játék során mit fogunk csinálni. Fogjuk a hősünket, mozgunk vele, és ami a nagyszerűsége a játéknak és ami miatt igazán skill alapúvá válik, hogyha megnézitek most miközben mozog, egyértelmű, nem fog lőni. Tehát nem fogja sebezni a lényeket. Szóval jól meg kell találni azt, hogy mikor lősz, és mikor mozogsz. És ami nekem nagyon tetszik, és ami miatt szerintem ez a játék kiváló casual játék, az pont az, hogy automatikus a lövés. És ez egyáltalán nem zavar. Aztán, amikor szintet lépünk, mert már elég szörnyet megöltünk, vagy elég szinten átmentünk, akkor mindig egy draft rendszer van, hasonlóan például az Autochesshez, és én nagyon szeretem a draft rendszert, szóval választani kell egy új abilityt, átmegy majd a lövedék a szörnyeken, egy kis gyúlékonyságot ad a szörnyeknek, vagy több nyilat kilő egyszerre. A multishotot én alapból szeretem, úgyhogy legyen az. A szörnyek folyamatosan változnak, a pályák igazából majdhogy nem full randomok, és figyelni kell rá, nehogy eltaláljanak, ugye már a HP-m az fogyott is. Egy fő nyersanyag van a játékban még ilyenkor, az pedig a jobb felső sarokban látható nyíl szimbólummal van jelölve, én közben mindjárt meghalok. Na hát itt nehéz, mert ugye, hogyha mozgok, nem lövök, de hogyha lövök, akkor ők könnyen eltalálnak. Jó, az megvan, és az is megvan. Hogyha teljesült minden szörny megölése, mehetünk tovább a következő pályára. Van egy angyal, akitől kapunk vagy plusz életet, vagy valamilyen plusz képességet. Hát én most nem állok valami jól, úgyhogy inkább a plusz healt kértem, és jöhet az ötösünk. Minden tizedik pályán jön majd egy fő ellenség, és azt próbáljuk meg legyőzni. Nagyon jól van behangolva a játék, hogyha azt vesszük alapul, hogy bár ismerem a játékot, de tessék, már is meghaltam, hiszen még a karakterem az teljesen nulláról kezdődött, és megjelent a talent. Na, és akkor már is látható, hogy a karakterünk 9 talenttel rendelkezik, fixen minden karakter, bármikor elindítod, ez a 9 talented lesz. Még haladnunk kell előre. Belépünk ismét a világba, egyes szinten kezdjük, és jöhet is az első pálya. Hát, talán itt már látszódik is, hogy miben rejlik az addikció ebben a játékban. Minél messzebb akarunk eljutni, minél jobban akarjuk fejleszteni a karaktert, és bízunk benne, hogy minél jobb kombinációk jönnek össze a megkapott különböző képességekből. Na, level up, HP boost, vagy pedig egy területre ható effekt, poison circle vagy fire circle, hát legyen a tűz. Ez is érdekessége a játéknak, hogy nem nagyon van tudva, hogy pontosan melyik mit csinál, hanem majd kitapasztalod, meglátod, hogy melyik. Hát érzed úgy, hogy jobb, ugye látszik is, hogy két tűzgolyó pörök körülöttem. És itt az ötös pályán az angyal, és Critmaster. Szóval bízom benne, hogy minél több kritikus ütés lesz, na és eljutok mondjuk most egy bossig. Nem olyan egyszerű, pedig az emulátorban van lehetőség ugye, hogy BASD-vel mozogjak. Nem úgy, mint mobilon, ahol ugye teppelve és utána használva egy joyt kell mozogni. Ami tetszik a mozgásban az az, hogy bár itt lent látjuk ezt a gombot,
de hogyha ide teppelek, itt is működik. Tehát igazából bármely felülete a játéknak átalakul hirtelen beviteli mezővé, és ez itt tök jó, mert nincs az, hogy lecsúszik az ujjam, nem találom meg a gombot, blabla, hanem csak mozog. És annak ellenére, hogy csak mozgás, mégis változatos tud lenni, mégis abszolút skill, ennek érzem a játékot, mivel nem is az, mert hát úgy növelik meg szépen az ellenfelek statjait, és úgy gyengítik le az én statjaimat hozzájuk képest, hogy egyértelmű lesz, hogy bizonyos szint után már nagyon nehéz lesz tovább jutnom. Ennek ellenére nekem nagyon bejön ez a játék. Remélem tetszett ez a bemutató, hamarosan jövök újabb tartalmakkal, addig is jó játékot nektek, sziasztok!